Nekem ő az egyik ilyen ebbe a csoportba tartozik, hogy Gyarmati Hofi. Vajon a magyar-olasz vízilabda mérkőzésen is 80 percig kell majd várnunk az első magyar góra, amit legutóbb a labdarúgásban? Kárpáti György olimpiai bajnok vízilabdázót több évtizedes barátság fűzi Carlo Pedersolihoz. A virágklasszis olasz vízilabdázóval rengeteg közös tulajdonságuk van. A később Bud Spencer néven ismerté vált sportember annyira nagyra értékeli a magyar bajnokot, hogy nemrég még egy személyes üzenetet is küldött neki. A világ legnagyobb bajnoka vagy. Na ezt... Tisztességes is vagyok, szóval hazudik is. Hát ez az ember, aki nagyon népszerű, nagyon jó a maga szakmájában, hogy nem sok embernek üzent Magyarországon. Most én, aki nem vagyok egy meghatózó, én büszke vagyok. Aztán középre vágja a labdát, Pedersolihoz lövés és vesztül a háló, kiegyenlítettek az olaszok. De vissza egy kicsit a múltba, ahol olyan érdekes sztorikat találunk, mint például azt, hogy hogyan búcsúztatta a magyar csapat Carlót 1955-ben utolsó meccse után, amit éppen a magyar csapat ellen játszott a Margit-szigeti sportuszodában. A banketten az utolsó vacsorán, akkor mi elbúcsúztunk tőle, és ő szenzációsan énekelt, volt egy gitárja, és egy órát nekünk zenél. És még egy érdekesség, vajon mit kért a meccs előtt a magyar csapat tagjaitól Bud Spencer? Leült velünk, olasz, magyar, angolul keverve, és mondta a gyerekek, nem baj, ha kemény lesz a meccs, de ne bántsátok az arcomat, mert én mostan állítólag filmszínész leszek, és hát mi ebbe is tartottuk, kicsit úgy, ami nagy darab embereink, a Gyarmati és társai, úgy suhogtatták a öklüket, de nem bántották. Hogy tovább fokozzuk az izgalmakat és persze a barátság történetét, Kárpáti György azt is elmesélte, hogy milyen, amikor mostanában a világ valamelyik részén összefutnak. Repülőtér, ő kiküld vagy egy kocsit, vagy taxi, elmegyünk az irodájába, ölelés, puszi, ahogy szoktuk, fölemel, nem nehéz neki, habár most már én is túlsúlyos vagyok, de utána jön a makaróni és a vörösbor, be se nincsen. Mindig rövidek ezek a találkozások, mert a mai rohanó világban mindnyájan szabadunk, ugye? Szóval a vízilabda két nagy öregje sokat találkozik. Barátságuk évtizedes, és Kárpáti György elárulta, nem sokára egy forgatócsoporttal érkezik Bud Spencer Magyarországra, az életéről készülő dokumentumfilmhez nálunk forgatnak majd néhány napot.